Segíteni szeretnék a városi piacot. Júliustól drágul a szemétdíj Gyergyószent Miklóson. Többek között erről döntöttek a csütörtöki tanácsülésen. Gyergyószent Miklós összes pályázata finanszírozást nyert az Angel Salini program keretében. 8 pályázatot nyújtott be a Gránátalma Egyesület, ezen a nyáron is szerveznek táborokat. Szeretettel köszöntöm a Fény Televízió nézőit, a héten utoljára jelentkezünk friss hírekkel, tartsanak velünk! A Gyergyószentmiklósi képviselőtestület 19 napirendi pontot vitatott meg a csütörtök délutáni tanácsülésen. Többek között döntöttek a köztisztasági díjszabások növeléséről, arról, hogy a városi piac bővítése érdekében megvásárolnak egy ingatlant, és jóváhagyták az iskolai ösztöndíjakat is. A köztisztasági szolgáltató Erdélye Hargita már februárban kérte, hogy az áremelkedések miatt hagyják jóvá a szemétdíj növelését. Erre most került sor, így július 1-től drágul a szolgáltatás, a lakók személyenként havonta az eddigi 9 lej helyett 10 lej 86 banit, a jogi személyek pedig köbméterenként 165 lejt kell fizessenek. A cég jelenlévő vezetői azt is elmondták, hogy várhatóan 2023. januártól további áremelésre lesz szükség az üzemanyagárak jelentős növekedése miatt. A tanácsosok jóváhagyták a Meszes utca egy szám alatt található ingatlan megvásárlását, amit 82 ezer euróra értékeltek fel. Bajko László önkormányzati képviselő elmondta, hogy ez egy stratégiai lépés lesz, hiszen a cél a piac bővítése és a fejlesztése. Barabás Orsolya tanácsos reményét fejezte ki, hogy mielőbb felértékelik és megvásárolják az új bölcsőde építéséhez szükséges területet is, hiszen fennáll a veszélye annak, hogy ellenkező esetben ezt a lehetőséget elveszíti a város. Jóváhagyták a zonális rendezési tervet a Pongrác tetőn, ahol újabb éttermet építenek, 6 bódét helyeznek el és parkolóhelyeket alakítanak ki. A lakószövetségek kérésére ezentúl nem három havonta, hanem havonta gyűjtik össze a tömbház szigetelés önrészéhez szükséges összeget. A testület elfogadta a 2021-2022-es tanévre szóló iskolai ösztöndíjakat, de elhangzott, hogy eddig elenyésző összeget kapott erre a célra a város, így addig nem tudják kifizetni az ösztöndíjakat, amíg az állam nem utalja a pénzt. A Tarisznyás Márton Múzeum igazgató tanácsába Kolcsár Bélát és Mayer Robertet nevezték ki. Döntöttek arról, hogy július 1-től 5%-kal emelik a polgármesteri hivatal dolgozóinak fizetését. Optimalizálták a Gyergyószentmiklósi hővíz és csatornaszolgáltató közmű személyzeti struktúráját. Egyrészt annak érdekében, hogy a későbbiekben lehessen különválasztani a távhő, illetve a víz és csatornaszolgáltatást. Másrészt, hogy a nehéz pénzügyi helyzetben lévő szolgáltató költségeit csökkentsék. A változtatás értelmében 92-ről 86-ra csökkent az alkalmazottak száma, ami éves szinten 360 ezer lej megtakarítást jelent. Növelték viszont több intézmény alkalmazottainak számát, a Tarisznyás Márton Múzeumban muzeológusra, a Városi Sportklubnál életmentőre és takarítóra van szükség, a kórházban pedig újabb 18 állást hirdetnek meg, többek között 3 orvost, 9 asszisztenst, 2 villanyszerelőt is keresnek. Az ülés végén ismét szóba került a Bazilides Tibor sportcsarnok kérdése, hiszen a sportiskola ismételten jelezte, hogy nem tudja kifizetni a magas gáz, illetve villanyszámlákat, és kérte, hogy ebben segítse a város, ellenkező esetben vissza kell adja a sportcsarnok működtetését. A 8. osztályt végzett tanulók 82,3%-a ért el legalább 5-ös átlagot a képességvizsgán, ami az elmúlt 10 év legjobb eredményének számít. Hargita megyében összesen 2765 nyolcadikos diák jelent meg a képességvizsgákon, ebből 2166-nak sikerült átmenőjegyet írnia, vagyis a diákok 78%-ának, ez pedig jobb eredménynek számít, mint a tavaly, amikor 75,8%-os volt az átmenési arány az óvások benyújtása előtt. Tantárgyakra lebontva román nyelvből sikerült a legkevesebb diáknak átmenőt írnia, 1569-en írták meg az ötöst, 1204-nek pedig ez nem sikerült. Matematikából 1988-an írták meg az ötöst, 781-nek nem jött össze, anyanyelvből vizsgáztak a legnagyobb sikerrátával, 2312-en írták meg az ötöst vagy annál nagyobbat, és csak 83 diáknak nem sikerült ez. Az óvások elbírálása utáni végleges eredmények június 30-án ismertetik.
Az Ángel Szalényi program keretében beérkezett kérések elbírálásának egy részén még dolgozik a Fejlesztési Minisztérium, azonban három megyében és a fővárosban véglegesítette a szaktárca a programból finanszírozott nyertes pályázatokat. Hargita megye 1 milliárd lejt kapott 104 beruházás kivitelezésére. Gyergyószent Miklós minden kérése pozitív elbírálásban részesült. Barti Tihamér, Gyergyó területi RMDS elnök sajtótájékoztató keretében számolt be arról, hogy az Ángel Szalényi program keretében Gyergyószék sikeresen pályázott. Eddig a Fejlesztési Minisztériumnál a vízhálózat és az útépítés témakörben leadott pályázatokat bírálták el, még hátra vannak a gázhálózat fejlesztésére irányuló kérések. Hargita megye 104 beruházása nyert a programon, Gyergyószéken pedig a finanszírozás eredményeként 50 utca leaszfaltozására kerül sor, az ivóvíz ellátás fejlesztésére is történnek beruházások. Gyergyószéken több mint 50 utca kerül aszfaltozásra ennek a programnak köszönhetően, és két olyan vizes beruházás, amely létfontosságú két település számára. Itt Orotva és Gyergyószent Miklósról beszélünk. Orotván egy víztartály építéséről, illetve Gyergyószent Miklós esetében a víz befogása a Békényen levő gátnak a teljes felújítására lehetett támogatást szerezni. És öröm számomra az, hogy Gyergyószent Miklós összes kérése pozitívan lett elbírálva, hiszen 9 utca még ezen a vizes beruházáson kívül aszfaltozásra fog tudni kerülni. Remélem, hogy az elkövetkező időszakban erre sor is tud kerülni, és a megvalósítások el tudnak indulni. Ez egy multianuálisnak nevezett program, ami azt jelenti, hogy 2022-2028-as időszakról szól. Tehát a kormány vállalta azt, hogy ebben az időszakban biztosítja az alapokat víz, csatorna, útépítési programon keresztül, egész a gázfejlesztésig, és mivel a gyergyószéki önkormányzatok mind tettek le kéréseket ebben az irányban, politikailag nekünk, gyergyószéki politikai vezetőknek az a feladatunk, hogy minél több támogatást igyekezzünk Gyergyószékre irányítani. Ez most úgy érzem sikerült, és egy komoly munkás időszak kezdődik a polgármesterek számára. A program keretében leaszfaltozásra kerül a Temető és Makkos utca, valamint a Jakab Antal tér, a Fürdő és Budai Nagy Antal utcák, de szintén Szalényi program keretében újul meg az Ady Endre, a Magyarós, Régi Gyár, Tűzoltók utca is. Barti Tihamér kihangsúlyozta, idén prioritásként kezelik Gyergyószéken a víz- és csatornahálózat kérdésének rendezését, valamint az egyik legfontosabb cél az is, hogy Gyergyószék településein kiépítsék a gázhálózatot is. Több település is pályázott ezügyben, Gyergyóremetének és Újfalunak van már egy-egy nyertes pályázata, de pályázott Gyergyóditró, Csomafalva, Alfalu és Borszék is. A nyertes pályázatok esetében tehát a miniszteri rendelet megszületett, ezt követően kerül sor a szerződés kötésekre majd, a beruházások végső határideje 2028. Pénteken 10 órakor startolt a háztartási gépek roncsprogramjának első szakasza, amelyben mosógépekre, mosogatógépekre, hűtőszekrényekre és fagyasztókra lehet értékjegyet lefoglalni. Az első szakasz költségvetése 25 millió lej. Mosereket június 24-én pénteken 10 órától június 30-án éjfélig, vagy a támogatási keret kimerüléséig lehet foglalni. A második szakasz július 1-én 10 órakor indul és július 7-éig, vagy a támogatási összeg kimerüléséig tart. Ebben a szakaszban laptopokra és táblagépekre lehet értékjegyet lefoglalni. A támogatási keret 10 millió lej. A harmadik szakasz július 8-án reggel 10 órakor indul, és július 14-éig, vagy a támogatási keret kimerüléséig tart. Ebben a szakaszban légkondicionáló berendezésekre, ruhaszárítógépekre és porszívókra lehet értékjegyet igényelni. A támogatási keret 15 millió lej. Az értékjegyet csak az használhatja fel, akinek a nevére kiállították. Hargita és Maros megyében egyaránt nagy az érdeklődés a táborokra, egyelőre azonban nem lehet fizetni az üdülési utalványokkal az iskolai táborokra, pedig a képviselőház megszavazta ezt a lehetőséget. A Gránátalma Egyesület fontosnak tartja, hogy a gyermekeknek is átadják az értékes tudást, öltéstípusokat tanítsanak nekik.
Akik szorgalmasak, tehetségesek, meghívást kapnak a harmadik Gránátalma virágai táborba, amit július 4 és 10-e között szerveznek meg, Margita megye tanácsa és a Communitas támogatásával. Sikeres tevékenységünknek könyveljük el az iskolákban tartott hímzés oktatást. Szerencsére ennek a fontosságát a pályáztatók is felmérték, és különösen a Csóri alapból 2 éven keresztül támogatást kaptunk. Eddig 870 gyermeknek sikerült megtanítani, kinek egy, kinek három, kinek öt öltéstípust, és ezt ha évenként tudjuk néhányjal növelni, akkor úgy érezzük, hogy már nem csak a tű és a cérna nem lesz idegen a vászonba való beiktatás során, hanem már komoly ismereteket is tudnak majd folytatni az utánunk következők. A célunk az, hogy a megnyert pályázatok során a lehető leghasznosabban költsük el ezt a pénzt, tanulmányi kirándulásokra is elvisszük őket, megmutatjuk, hogy a terepen hogyan kell figyelni ezekre az értékekre, és vetítéssel egybekötött előadások lesznek majd a tábor alatt is. Idén 15 gyerek vehet részt a táborban, amelynek keretében július 9-én kirándulás lesz Kisbacomba, Benedek Elek szülőházához, majd a Csíkszeredai Múzeumba és Csíkszépvízre, a Székely Határőr Emlékközpontba is ellátogatnak. Július 18 és 24-e között rendezik meg a 20. Gránátalma úri hímzőtábort, majd augusztus 5 és 7-e között a 4. reneszánsz napokat. A 4. reneszánsz napok megrendezését is felvállaltuk. Abból a 8 pályázatból, amit megnyertünk, már 6-nak tudjuk az eredményét, és a megyei pályázatunk megcélozza a reneszánsz napok sikerét. Ez alkalommal nem sátorba fogjuk bemutatni az úri hímzéseknek egy tekintélyes részét, hanem magában a kastélyban. Mintegy elő is készítjük a lehetőségét annak, hogy megszokják a látogatók, hogy itt ilyen látványosság is lesz. Folyamatos megegyező tevékenységet folytatunk a kastély tulajdonosaival, és egy része a hímzéseknek ott fog majd otthonra találni. Az Egyfest keretében tartott 4. reneszánsz napoknak a gyermekekkel való foglalkozás is egyik fénypontja lesz, ugyanis motivumok megismertetése, olyan szórakoztató játékoknak a használata kerül beiktatásra, amivel efelé, a kultúra felé szeretnénk elvinni az érdeklődést. A reneszánsz napok alatt a felnőtteknek lehetőségük lesz reneszánsz viseletbe öltözni, de akár az öltéstípusokat is kipróbálni. Idén 8 pályázatot nyújtott be a Gránátalma Egyesület, 2 esetében még várják az eredményt, de a többi kedvező elbírálásban részesült. Ennek is köszönhető, hogy július 4 és 10-e között megrendezik a 3. Gránátalma virágai tábort, majd július 18 és 24-e között a 20. Gránátalma úri hímző tábort. Maros megyében 2 iskolai táborozó hely van, mindkettő Szovátán, Harhita megyében pedig a Homorodfürdői 6-os villát lehet ilyen célokra is használni. Mindkét megyében nagy az érdeklődés a táborozó helyek iránt, osztályfőnökök, sporttanárok szerveznek egyhetes, általában tematikus táborokat a vakációzó gyermekeknek. Az iskolai táborok ellenértékét nem lehet a közalkalmazottaknak biztosított vakációs jegyekkel kifizetni egyelőre. Múlt héten döntőházként szavazta meg a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi az üdülési utalványok felhasználását a gyerekek iskolai tábor költségeinek fedezésére. Csép Éva Andrea Maros megyei képviselő szerint ez egy fontos családtámogatási intézkedés, ugyanis eddig voltak olyan családok, amelyben bár egyik szülő kapott 1450 lejes üdülési utalványt, de nem volt, amiből kipótolják, hogy az egész család el tudjon menni nyaralni, így sok esetben kárba veszett az utalvány. A képviselő hozzátette, országszerte 61 iskolai tábor működik, amelyben majd el kell fogadják ezt az utalványt, de a magántáborokra is érvényes ez, így akár egy angol nyelvtáborba is elküldhetjük majd a gyereket. A törvénytervezet az államelnöki kihirdetés után a hivatalos közlönyben való megjelenést követően lép érvénybe. A vakációs utalványok felhasználásának módszertanáról a Tanügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium közös határozattal rendelkezik majd.
Maros megyében a megyei ifjúsági és sportigazgatósághoz két szovátai táborhely tartozik. Mindkét táborhely egész nyárra foglalt. A diákokat és tanáraikat június 20-a és szeptember 4-e között fogadják. Az egynapi teljes ellátás és szállást részvevőként 115 lejbe kerül. Mint az igazgató elmondta, elsősorban távolabbi megyékből jönnek Szovátára nyaralni. Vannak csoportok Buzău, Prahova megyékből is. Az elvárásoknak megfelelően szintet lépett a tavaly sikerrel bemutatkozott Hargita Hill Climb Challenge. A hegyi verseny idén az országos bajnokság futamaként került a versenynaptárba. Szintet lépett a tavaly sikerrel bemutatkozott Hargita Hill Climb Challenge. A június 25-én megrendezésre kerülő hegyi verseny részleteit sajtótájékoztatón ismertették a szervezők Csíkszeredában. Idén szurkolóbarát hegyi versenyt terveznek, illetve több újdonság is várja az érdeklődőket. Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, a sport, vendéglátás és a székelytermék mozgalom együttműködésének fontosságáról és a verseny gazdasági, turisztikai hozadékairól számolt be. Örvendünk minden olyan eseménynek, amin keresztül tudjuk Hargita megye értékeit bemutatni, hisz jól felkészültek vagyunk ma már, turizmus, vendéglátás terén rengeteg látvány van, és egyre több olyan érdekes, látványos esemény, amelyik eljut olyan közösséghez is, akár a sportvilágán keresztül, akit másképpen nem tudnánk elérni. És Hargita megye egy családbarát turisztikai megye. Hargita megyében készül el a legtöbb székely termék, és szeretnénk azt, hogy a sport, a vendéglátás és a székely termék mozgalom egyszerre tudjon úgymond színpadra lépni, és ezáltal is még többekhez eljutni. Úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk a hegyi gyorsulási versenyt. Ezért is próbáltuk az utat úgy építeni, hogy maximális standardoknak is megfeleljen, és én bízom benne, hogy nagyon sokan el fognak jönni, illetve a jó hírünket fogják vinni az ország és a nemzetközi porondon mindenhol. Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, a rangos sporteseményről beszélt. A tavalyi jó eredményekre alapozva most már nem áprilisban, hanem június végén lesz a Hargita fürdői csíkszeredai hegyvidéki gyorsulási verseny. Hál' Istennek azóta az országos szabályozás is megváltozott, egy sokkal nagyobb versennyel jelenkezik a helyi szervezőcsapat, és mi ennek partnerei vagyunk. Én azt gondolom, hogy az ország egyik legrangosabb autós eseményét tudhatjuk Csíkszeredában, és péntektől szombat estig a speciálisan előkészített autóktól lesz hangos és látványos a város. Adrián Teslován, a főszervező egyesület elnöke, a hegyi verseny autóiról tett említést. A második versenynél vagyunk, a második év a Hargita Challenge-nek. Új autók, nagyon erős autók, a legerősebb autók az országból. A hegyi verseny különbözik a rallytól abból a szempontból, hogy az autók másfajta autók, inkább olyan pályaautók, single seaters, mondjuk formaautós autók, szóval minden megvan arra, hogy egy jó sikeres esemény legyen. Pénteken látványos megnyitó lesz a város főterén, szombaton pedig útlezárásokkal kell számolni a Hargita fürdőre vezető megyei úton. A szurkolók a tolvajos tetőn LED kivetítőn követhetik a versenyt, az onnan induló ingyenes szurkolói busszal pedig eljuthatnak az útvonal mentén kialakított három szurkolói övezet egyikébe, vagy a Hargita fürdői végállomásra is. Fekete Öves, japán világbajnok karatemester látogat hétvégén Hargita megyébe. A Fudosin Sportklub és a Gyergyószent Miklósi Karateklub meghívására edzőtábort tart hétvégén mintegy 100 gyereknek és felnőttnek egyaránt Makita Sensei haddanos japán nemzeti bajnok, világbajnok. Szombat délután és vasárnap délelőtt Gyergyószent Miklóson a Salamon Ernő Liceum tornatermében tart edzéseket a japán mester. Olaszországból, Magyarországról, valamint Brassóból, Szlatináról is érkeznek résztvevők.
Ezek voltak híreink június 24-én, ha tehetik, maradjanak velünk, hiszen hamarosan kezdődik a Faggató című műsorunk, amelyben a Szatmárnémetiben született Nagy Norbert neves tenorral ismerkedhetnek meg, aki többek között Andrea Bocellitől is tanult. Az énekes nemrégiben Gyergyószent Miklóson tartott mesterkurzust fiatal tehetségeknek, amit egy zárókoncert követett. Én hétvégén heti hírösszefoglalóval várom Önöket, szép estét, viszontlátásra!